Félmilliárd fesztiválokra. Jövőre már az idei összeg dupláját, összesen 500 millió forintot fordít a kormány a vidéki fesztiválok támogatására. Pályázati tanácsadó hálózat. Minősíti és díjmentesen közvetíti a pályázati tanácsadókat a regisztrált tagok számára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Drágul az anyatej. Az eddigi 1800 forint helyett ősztől 2700 forintot kapnak majd literenként azok az édesanyák, akik gyűjtőállomáson adják le anyatejüket. Jövőre már az idei összeg dupláját, összesen 500 millió forintot fordít a kormány a vidéki fesztiválok támogatására, közölte Rétvári Bence parlamenti államtitkár nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A Kölcsei Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket! A kulturális programoknak köszönhetően a gazdaság és a turizmus is fejlődik egy-egy településen. Ennek is köszönhető, hogy Nyíregyházán az elmúlt 5 évben megduplázódott az itt töltött vendégéjszakák száma. A város most egy új fesztivál szervezésére is pályázik. A Besenyei téren áll Kállai Miklós egykori kúriája. Utoljára 10 éve használták az épületet, most állami forrásból újul meg. A közel 1 milliárd forintos beruházás után a Kállai gyűjtemény is ide kerül majd. Magyarország egyik legnagyobb múzeumfaluja is a megyeszékhelyen működik. A Sóstói Múzeumfalu egy 1,5 milliárdos fejlesztés előtt áll. Az elmúlt évek beruházásainak köszönhetően évről évre növekszik itt a látogatószám. A harmadik fontos kulturális fejlesztés majd a szabadtéri színpadra tervezi a város. A 900 férőhelyes teátrumot is szeretnék korszerűsíteni. Széles körűek a kulturális programok is a megyeszékhelyen. A Kántemusz és a Vidar után most egy új fesztivál szervezésére pályáznak, amit 2 évente rendezne Nyíregyháza. Egy pályázatot adjunk be, egy minőségi néptáncfesztivál megrendezésére. Erre a néptánc együtteseink, a hagyományaink azt gondolom, hogy minden alapot megadnak, és a törekvés is az igény is, hiszen itt még a Pulyabál is olyan népszerű, hogy az egész nap teltházban, a műfázban. Tehát szeretnénk ezzel a kultúránkat továbbvinni, bemutatni, és egy kicsit a város turisztikai brendjét színesíteni, úgy, hogy ez egy turisztikai attrakció is legyen. Erre azért van lehetősége a városnak, mert a kormány jövőre a 2016-os összeg dupláját, összesen 500 millió forintot fordít a vidéki fesztiválokra, közölte Rétvári Bence parlamenti államtitkár. A támogatás elosztásánál több szempontot is figyelembe vesznek, például, hogy minőségi és sokszínűek legyenek a programok. Azért is fordítanak 500 millió forintot ezekre a rendezvényekre, hogy mindenki a lakóhelyéhez legközelebb tudjon eljutni valamilyen kulturális programra, hangzott el a sajtótájékoztatón. Minden település erősebbé válik, hogyha összetartóbb, az összetartáshoz nagyon fontos a helyi kultúra, helyi teljesítményre való büszkeség. Egy-egy ilyen rendezvény, akár egy formabontóbb nyári fesztivál, akár egy rendszeres kulturális rendezvény, egy igényes kulturális helyszínen, ami felújított, korszerű, az sokkal inkább átszövi a várost emberi kapcsolatokkal, és ezekből az emberi kapcsolatokból lesz aztán gazdasági gyarapodás, akár munkahely, akár együttműködés, gazdasági kapcsolat, vagy az egész város ekkor válik büszkébbé és erősebbé. Ezért fontos a kultúrának a közösség összekovácsoló szerepe. Nyíregyházán az elmúlt 5 évben megduplázódott az itt töltött vendégéjszakák száma. Ezt a növekedést a fesztiválok és a turizmus fejlődése segítette. A város és a megye egyik legfontosabb kulturális programja a jelenlegi zajló Vidor Fesztivál, amelyet már idén is támogatott a kormány a 250 millió forintos keretből. 5 színész, 25 szerep és egy zongorista a legfontosabb hozzávalói a Szőke Ciklon című zenés vígjátéknak, amelyet hétfőn láthatott a közönség a Vidor Fesztiválon. A Budapesti Játékszín produkcióját, Rejtő Jenő művét Szente Vajk alkalmazta színpadra és rendezte. Kezdhetjük! A cím? Hol van a cím? Na van itt egy olyan dolog, hogy elment. Címet a végén adunk, hagyja ki a helyet. Értettem. Valami baj van, kisasszony? Na ide figyeljen, ne legyen. Semmi, bocsánat. Őze Áron, Rejtő Jenő szerepében a regényét diktálja egy gépírólánynak, akit Földes Eszter alakít az előadásban.
Ez a jelenet Rejtő életének egyik jellemzője volt, ugyanis a termékeny szerző valóban ezzel a módszerrel szeretett dolgozni. Az író mindig egy-egy gépíró kisasszonynak diktálta le az aktuális regényét, az illető hölgynek csinos ruhában, sminkelve kellett végezni a munkát. Az író és a lány között több alkalommal is romantikus kapcsolat szövődött. A Szőke ciklon is egy ilyen hölgy volt. Van egy nagyon izgalmas kerettörténet, amit a Szente Vajk talált ki, és akkor ezen a kerettörténeten belül bontakozik ki maga a Rejtő regény, és hát, hogyha így jellemezni kéne ezt a lányt, akkor nagyon okos, nagyon szeles, nagyon szenvedélyes, nem nagyon ismeri a határokat, és tényleg olyan, mint egy ciklon, mindent elsöpör maga előtt, maga után, maga körül, és végül egy férfi szívét is bekebelezi. Csonka András a szomszédot alakítja a vígjátékban, akit aztán több szerepben is láthatnak a nézők. A művész pályája szorosan kötődik ehhez a műfajhoz. Szerinte nagyon is igaz a mondás, akinek humora van, mindent tud, akinek nincs, az mindenre képes. Ezt nagyon fontosnak érzem, pláne a mai világban, amikor hát bizony túlságosan komolyan veszünk bizonyos dolgokat, és hát kicsit talán jobban eluralkodik az életünkben a ridegség, vagy a picit hát nem a humor, hanem inkább a másik irányba tartó érzelmek, ami sokkal inkább szól az utálkozásról, az irítségről. Tehát én ezeket a dolgokat igazából nem nagyon szeretném az életembe beengedni, viszont a humort mindenféleképpen, a jóféle humort, és a humorral együtt járó könnyedséget, kellemet és eleganciát. Az előadásban Földes Eszter, Csonka András és Őze Áron partnerei, akik kollégáikhoz hasonlóan szintén több szerepet alakítanak fantasztikusan, Szerednyei Béla és Józsa Imre. A zongorista, aki végig színpadon van, Gulyás Levente. Minősíti és díjmentesen közvetíti a pályázati tanácsadókat a regisztrált tagok számára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A pályázati tanácsadók hálózata kiépítésének célja, hogy a tagság számára minél hatékonyabban elérhetővé váljanak az agráriumot célzó jelentős támogatások és források, az ehhez segítséget nyújtó tanácsadók pedig megbízható szakemberek legyenek. Szeptember 1-től válik elérhetővé az az online felület, ahol a mezőgazdasági vállalkozók megbízható és minősített pályázatírókat vagy projektmenedzsereket találhatnak. A kamara szerint a kezdeményezésre azért van szükség, mert a pályázatok elkészítése, valamint az elnyert összeg szabályos felhasználása olyan szakismeretet kíván, amellyel a tagság jelentős része nem rendelkezik. Akik beruházást terveznek az idén, azok az Agrárgazdasági Kamarának a központját felkereshetik, ugyanis a budapesti központunk szaktanácsadókkal kötött megállapodásokat, és minden megyére visszaszerkesztve, leosztva vannak olyan szaktanácsadók, akik egy-egy pályázatban specialisták, és mi ezzel tudunk segítségre lenni, hogy olyan szaktanácsadóhoz irányítsuk a gazdálkodókat, akik éppen a pályázatban specialisták. Rácz Imre elmondta, a pályázati tanácsadók hálózata folyamatosan várja a pályázatírók jelentkezését, a kamara a későbbiekben pedig majd rendszeres tájékoztató képzéseket szervez a szakértők számára. Másfélszeresére emelkedik az anyatej ára. Az eddigi 1800 forint helyett ősztől 2700 forintot kapnak majd literenként azok az édesanyák, akik gyűjtőállomáson adják le anyatejüket. A juttatás adómentes jövedelem, az anyatej pedig ingyenes a rászorulóknak, például a koraszülött vagy kistestsúlyú babáknak. Hogy kinek mennyi anyateje van, sok mindentől függ, ám bőven akadnak olyanok, akiknek szervezete nem termel elegendő mennyiséget, vagy akár teljesen elapadt a teje. A csecsemő számára legideálisabb táplálékot a hasonló élethelyzetbe került édesanyák azonban igyekeznek beszerezni, felmenőink tejtestvéri kapcsolatai azonban a múlté, mára már kontrollált és felügyelt a hazai rendszer. Aki anyatejet szeretne kapni, aztán fel kell keresnie a házi orvosát, a házi gyermekorvosát, vényre feliratni az anyatejet. Ezt a vényt be kell adni a kerületileg illetékes védőnőnek, aki keríteni fog olyan anyukát, akinek bővebb anyateje van, és el tudja látni ezt a rászoruló csecsemőt, és akkor a védőnő fog intézkedni ebben, hogy eljusson az anyatej
a rászoruló babának. A rendszer háztól házig elv alapján működik, így nem megterhelő az érintettek számára. A rászorulók részére térítésmentes az anyatejellátás, illetve azok az édesanyának, aki fel tud ajánlani anyatejet, jelenleg 1800 forint literenként az anyatej ára, viszont jó hír, hogy ősztől emelkedni fog, és 2700 forintot lehet majd kapni az anyatej literjéjét, és ez egy adómentes jövedelem. Anyatej elosztó, gyűjtő állomás Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében egy központi helyen van. Környékünkön legközelebb Nyírbátorban, illetve Debrecenben van anyategygyűjtő állomás, és ha felkeresik ezeket a helyeket az édesanyák, akkor ők pontos tájékoztatást adnak arról, hogy hogyan lehet ezt kivitelezni, hogyan lehet legyen az anyatej szállítása, illetve a kifizetése. Tudni kell azt, hogy mindenképpen orvosi javaslat kell ahhoz, hogy valaki anyatejgyűjtő állomásról kapjon anyatejet, tehát gondolok itt a koraszülött babákra, a kisújú újszülöttekre, vagy érett rendes újban születő újszülöttekre, de valamilyen fejlődési rendellenségük, vagy felszívódási zavarok, táplálkozási rendellenességük van. Az anyatej adásához 5 egyszerű szűrővizsgálat szükséges, valamennyi ingyenes, és persze azt is vállalnia kell a tejet adó anyának, hogy nem dohányzik, nem fogyaszt alkoholt és nem szed gyógyszert. A legtöbb anyatejet adó nő napi 100-200 ml tejet ad. Reformációs honlapot indított a Magyar Nemzeti Levéltár a megyei levéltárakkal közösen. A témáról hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a folytatásban. Legjobb magyar versenyzőként a 7. helyen végzett a nyírbátori Tölgyes Dorottya Franciaországban az újonc asztali teniszezők legrangosabb nemzetközi versenyén, a Euromini Champsen. Mindhárom korosztályban a tiniknél, a serdülőknél és a kadetteknél is a házigazda nyíregyházi kosársuli csapata győzött az Agroker Kupa nemzetközi utánpótlás tornán. Reformációs honlapot indította a Magyar Nemzeti Levéltár a megyei levéltárakkal közösen. Luther Márton közel 500 éve függesztette ki tételeit Wittenbergben, ennek évfordulójára készült az internetes felület. A projekt 2017-ben zárul, az összegyűjtött adatokból végül oktatóanyag is készül iskolások számára. A reformáció kezdetét 1517. október végétől számoljuk, amikor Luther Márton kifüggesztette híres tételeit a wittenbergi vártemplom kapujára. Ennek 500 éves évfordulójára országszerte több rendezvényel, illetve egy honlap indításával is emlékeznek a magyarországi levéltárak. A fővárosi és a megyei intézmények is részt vesznek abban a kutatásban, amelynek segítségével létrehozták az internetes felületet, hangzott el a reformációs projekt nyíregyházi bemutatóján. A forrásfeltárás folyamatos, és a lakosság segítségét is várják. Azt reméljük, hogy nagyon sokakat meg tudunk mozgatni, és ahogy itt is elhangzott ezen a rendezvényen, várjuk az állampolgári aktivitást is, tehát akinek olyan irata van, amely a reformációhoz kapcsolódik, azt nagy örömmel várjuk a levéltárokban, amit nagyon szívesen megőrzünk. És hát ahogy elhangzott szintén, tavaly volt a nyitó rendezvényünk, a program indítója, és több mint másfél éven keresztül készülünk a jövő éves évfordulóra, úgyhogy azt reméljük, hogy ez valóban egyedülálló program lesz a reformáció emlékév kapcsán. Az emlékév kapcsán indított honlapon eredeti levéltári források is találhatóak, olyan iratok és oklevelek kerültek elő, amelyeket eddig még nem sikerült feltárniuk a szakembereknek. A reformációs kutatás során nem csak levéltári gyűjteményből dolgoznak. Miután ez a kérdéskör még nem olyan kutatott, vagy mindenben lehet újat mondani, ezt szeretnénk most bebizonyítani, és feltárni a levéltár azon forrásait, amelyek a reformáció időszakára vonatkoznak. Egyelőre az iskolai források feltárásánál tartunk, de természetesen ezt ki fogjuk terjeszteni a közéletre, a papokra, a templomokra és a mindennapi életre is. A nyíregyházi levéltár látogatói a projekt bemutatóján Kozma Péter kormány megbízott magángyűjteményét is megtekinthették, amelyben olyan ritka darabok is szerepelnek, mint például egy kétnyelvű görög-török biblia. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei értéktár egyik legfontosabb és leglátványosabb része a szatmár-beregi templomok bemutatása, közölte Baracsi Endre, a megyei közgyűlés alelnöke, a Református templomaink című kiállítás bemutatóján.
Jelenleg 17 épület tartozik a gyűjteménybe, de folyamatosan bővül. Igaz, még nem teljes. Szeretnénk ezt majd a későbbiek formáján kibővíteni, de mindenképpen egy olyan kiállítás anyag készült el, egy hozzákapcsolódó kiadványra együtt, amelynek az a címe, hogy Házadba léphetek, amely azt hiszem, hogy pontosan úgy tud kapcsolódni a reformáció projekthez, a levéltár reformáció projektjéhez, hogy ezt egy picit látványosabbá téve, egy picit kiemelve, és a megye egész szempontjából egy töltetet, egy plusz töbletet adva igyekszik majd ezt a projektet segíteni, legalábbis ezzel a kiállítással ezt szerettük volna elérni. A levéltár pedagógiai programjának köszönhetően nem csak nyomtatott, hanem elektronikus formában is készülnek oktatóanyagok, amelyekkel a diákok megismerhetik a reformáció időszakát. Később pedig egy vetélkedőt is szervez majd a Magyar Nemzeti Levéltár, amelynek fődíja egy wittenbergi utazás lesz. Legjobb magyar versenyzőként a 7. helyen végzett a nyírbátori Tölgyes Dorottya Franciaországban az újonc asztali teniszezők legrangosabb nemzetközi versenyén, a Euro Mini Champs-en. A 12 éves pingpongozó a későbbi győztestől szenvedett vereséget a negyed döntőben. Az elmúlt héten a franciaországi Schiltigheimben 12. alkalommal rendezték meg az újonc asztali teniszezők legerősebb nemzetközi versenyét. A viadalra 32 ország nevezett, Magyarországot 14-en képviselték, köztük volt a 12 éves Tölgyes Dorottya is. A nyírbátori versenyző az első meccsén eltörte az ütőjét, így kölcsönütővel játszott a folytatásban. A több mint 200 főt számláló mezőnyben Dorottya bejutott a legjobb 8 közé, ahol vereséget szenvedett orosz riválisától, így végül a 7. helyen végzett. Nagyon erős volt a mezőny, hát elég nehéz volt odáig eljutni, de sikerült, és egy védőtől kaptam ki, aki végül meg is nyert az egész bajnokságot, és megvertem a 3. kiemeltet, és számomra az volt a legerősebb meccsem, és nagyon élveztem. A korábban németországi lecsapatoknál és Katarban szövetségi kapitányként is dolgozó Rozsnyói Tibor augusztus eleje óta edzősködik Nyírbátorban. A szakember véleménye szerint a fiatal versenyző a későbbiekben is eredményes lehet a nemzetközi porondon. Ő még csak 12. életévében van, kifejezetten jó labdaérzékkel és kifejezetten jó mozgással rendelkezik. Ez a hölgyek mezőnyében elég ritka. Neki az lesz az elkövetkezendő 1-2 évben a feladata, hogy megtanulja, hogy nem csak a szórakoztató elemeit kell edzéseken gyakorolni az asztali tenisznek, hanem fel kell építeni a játékát a világtrendnek megfelelően, amellyel ő nemzetközi mezőnyben is versenyképes tud majd lenni. Tölgyes Dorottya 7. helyezésével jogot szerzett arra, hogy elinduljon a belgiumi korosztályos Európa Top 10-es tornán. A hétvégén rajtul a bajnokság az asztali teniszezőknél. A nyírbátori ASE NB1-es csapat a Széchenyben vendégszerepel, az NB3-as együttes pedig az Apagyot fogadja. Mindhárom korosztályban, a tiniknél, a serdülőknél és a kadetteknél is a házigazda nyíregyházi kosársuli csapata győzött az Agroker Kupa nemzetközi utánpótlás tornán. A háromnapos rendezvényen 15 együttes lépett pályára a Szent Imre Gimnázium és az Ötvös gyakorló csarnokában. Három nap alatt két helyszínen 33 mérkőzést játszottak a csapatok. A két alsó korosztályban, a gyermekben és a tiniben összevonták a résztvevőket a szervezők, mivel nem jött össze a tervezett létszám. Ebben a korcsoportban is a hazaiak bizonyultak a legjobbnak, csak úgy, mint a serdülőknél és a kadetteknél, ahol magyar élcsapatok utánpótlás együtteseit és Szlovákiából, valamint Romániából érkezett riválisokat előzött meg a nyíregyházi kosársuli. A másik két korosztály az viszont egy igencsak színvonalas jó mérkőzéseket hozott, és igazából lefutott mérkőzés soha nem volt, annyi volt csak, hogy minden mérkőzésünket meg tudtuk nyerni, mind a két korosztályban. A kadetteknél ott hármas körbeverés volt, nem is hármas, négyes körbeverés volt, tehát négyes körbeverésből került ki végül is a második, harmadik, negyedik helyezett. A Debrecen volt az, aki egy picit talán nem vett olyan komolyan, vagy nem hozta le azt a játékos állományát, aki valóban ebben a korosztályban rendelkezésre áll. Valószínűleg, hogy náluk is vannak ilyen problémák, hogy nyaralás és minden más egyéb. De nagyon jó volt, a csapatok nagyon örültek neki, tehát már most a csapatoknak a 90%-a jelezte, hogyha jövőre ilyen tornát szervezünk, akkor nagyon szívesen részt vennének rajta.
A torna keretében pályára lépett a felnőtt csapat is. Farkasinszky Orsolyái kétszer is nagy különbségű győzelmet arattak a Nyíregyházán edzőtáborozó Szolnok ellen. Egy pörgős játékot tudtunk játszani, ugye miután sok fiatal, illetve kis emberünk is van, elől rengeteg csapda és labdaszerzés volt, úgyhogy így kényelmes volt, fogalmazhatunk így. Hátul igazából a lepattanókat kellett összeszedni, vagy egy-két olyan csapdából a labdákat, amiből a indításból megoldották, ugye, úgyhogy így igazából nem volt különösebben probléma. A bajnokságok kezdetéig már sem az utánpótlás csapatok, sem a felnőttek nem vesznek részt felkészülési tornán. Utóbbiak még néhány edzőmeccsel hangolnak a szeptember 24-én esedékes szezonnyitóra. Vereséget szenvedett a US Open első fordulójában Fucsovics Márton. A Grand Slam torna főtábláján 13 év szünet után első magyar férfi versenyzőként szereplő nyíregyházi teniszező egyre javuló játékkal 6-1, 6-4, 7-6-ra kapott ki a világranglista 48. helyén álló spanyol Nicolás Almagrótól. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket, még egyszer néhány mondatban. Jövőre már az idei összeg dupláját, összesen 500 millió forintot fordít a kormány a vidéki fesztiválok támogatására, közölte Rétvári Bence parlamenti államtitkár nyíregyházi sajtótájékoztatóján. A kulturális programoknak köszönhetően a gazdaság és a turizmus is fejlődik egy-egy településen. Másfélszeresére emelkedik az anyatej ára. Az eddigi 1800 forint helyett ősztől 2700 forintot kapnak majd literenként azok az édesanyák, akik gyűjtőállomáson adják le anyatejüket. A juttatás adómentes jövedelem, az anyatej pedig ingyenes a rászorulóknak. Minősíti és díjmentesen közvetíti a pályázati tanácsadókat a regisztrált tagok számára a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. A pályázati tanácsadók hálózata kiépítésének célja, hogy a tagság számára minél hatékonyabban elérhetővé váljanak az agráriumot célzó jelentős támogatások és források, az ehhez segítséget nyújtó tanácsadók pedig megbízható szakemberek legyenek. A Külcsei Televízió híradóját látták augusztus 30-án kedden. Friss hírekkel holnap este is jelentkezünk, addig is látogassák honlapunkat. Köszönöm szépen a figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk, a felhős időt okozó hidegfront elhagyja térségünket, mögötte szerdán már száraz, pár fokkal hűvösebb levegő érkezik fölénk. Éjjel eleinte változóan, majd gyengén felhős idő várható, zápor este még előfordulhat. Az északi szél időnként megélénkül, reggelre általában 12 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben többnyire derült, napos idő várható, csapadék nem valószínű, az északi szél helyenként megélénkül, délutánra 25 fokig emelkedik a hőmérséklet, hidegfronti hatás van térségünkben. A következő napokban a leszálló légmozgások felhőoszlatú hatása érvényesül időjárásunkban, emiatt a hét végéig csendes, nyugodt, későnyárias időre számíthatunk sok napsütéssel. A jövő hét elején viszont újabb hidegfront éri el hazánkat, megerősödő szél, záporok, zivatarok kísérik majd vonulását, a front hatására a jövő héten már hűvösebbre fordul az idő.